hiszen a maga képére teremtette az embert, az ember a maga képére teremtette a hegedűt, vagyis a hegedű a Jóisten unokája. Megérkezett a mester a várba, onnan is a Szaléziánumba. Később elmondom, hogy mifán is teremez, de előtte kukkancsunk be oda, ahol a fadarabba életet lehel elemér, vagyis a műhelyébe. A kis turisták is belevágnak a barokk óta fénykorát élő hangszer készítésébe. Igazából így erősen kell nyomni. Nem tudom. Vésni. Vésni, igen. Hát mi ez, Paganini? Paganini. Ez egy aranymetsző kézi készülék. És megtárgyasul. Aranymetszés. Ez az aranymetszés. Ugye, az aranymetszés aranyszabálya, hogy a kicsi úgy aránylik a nagyhoz, mint a nagy az egészhez. Ó, hát ez az a bizonyos csigavonal, amit ezzel szerkesztesz. Falling deep in Gicei István kanonok egykori házának konyhájában állunk, pontosabban a romjai felett a Szaléziánumban. Az épület ma már látogatóközpont, és a nevét Szalézi Szent Ferencről kapta. Szalézi Szent Ferenc a grófi kastélyt kolostorra cserélő nemes jóságáról volt híres. Egyszerűen szerette az embereket, és azt mondta, hogy egy csepp mézzel sokkal több legyet lehet fogni, mint akár egy nagy hordó ecettel. Ebből varázsolták ezt. Így tündökölhetett az 1730-as években is a kanonok háza, amikor megépítették. Hát egy madárházban állunk itt. Hogy kerülnek ide ez a rengeteg madár? Ugye ez a Veszprémiek madaras háznak hívják nagyon régóta ezt a házat, és amikor 2006-ban a Veszprémi érsekség visszakapta ezt az épületet, és elkezdték kutatni, hogy mi lehet itt a falakon, akkor derült ki, hogy csupa madarat látunk mindenhol. A szaléziek éppen 100 éve vannak Magyarországon, és vidámságukról híresek. Jó kedv rendje, mivel a szalézi rend mindig is a fiatalokkal foglalkozott, és a fiatalokat akarta megfogni azzal, hogy akár csocsóasztalt biztosított nekik az oratóriumban ezt az ezetektől fogva, tehát a játékkal fogta meg a gyerekeket. A Szaléziánumban is a gyereké a főszerep. Persze a felnőttek is játszanak, például detektíveset. Indul a nyomozás. A kérdés az, hogy vajon hova tűnt a püspök úr pecsétgyűrűje? De azt is megtanuljuk, hogyan öntsünk gyertyát. Vagy lenézhetünk a várból első István felesége Gizella királyné legkedvesebb városára, az öt dobra épült Veszprémre. Amikor oda elmegy az ember, visszalép az időbe, megcsodálhatja a várat, lemehet a kolostorok és keltek völgyébe, és egy olyan 1-2-3-4 napot tud tölteni Veszprémbe, ami mind a családnak, mind aktív turisztikai szempontból, mind a kultúra, és mind pedig a léleknek jót tesz.